Magyarország új alaptörvénye megjelent díszkötésben. A kiadvány az alaptörvény rendelkezésein kívül a magyar alkotmányosság történetét is áttekinti. Illusztrációi a jelenkor történelmét 16 új historikus festményen keresztül jelenítik meg. Az alaptörvény illusztrációi címet viselő 16 festményből és az országos gyermekrajz pályázat 30 nyertes alkotásából, valamint a kapcsolódó kiadványokból álló vándorkiállítás vasárnap délután nyílt meg Tatán a várban. Ezt az egész projektet az emberek kezdik megszokni és megszeretni, sőt elkezdték használni. Kialakult egy kedves népszokás, hogy a különböző állomáshelyeken tanárok elhozzák a diákjaikat, elsősorban történelem szakos tanárok, a történész fakultáció diákjait, és művészetoktató tanárok elhozzák a művészeti szakköröseket, és itt a kiállítás terében rendhagyó történelemórát és műelemzést tartanak. Ez szerintem egy nagyszerű dolog. Ennek a kiállításon belüli történelemoktatásnak a lényege az, hogy a hang, a szín, a forma, a tartalom minden egybe van, a magyarázat egybe van, és hát olyan, mintha 3D-ben jelen lennénk, mert minden egyes festmény 10-20-30 évet sűrít magába a történelemből. Tehát, hogyha itt mondjuk Rákosi Mátyás kora című festményt egy történelem tanár bemutatja, akkor 3-4 perc alatt tud olyan tömör ismertetést tartani, amiből valami megmarad a gyerekekben, mert nem holdbetűvel találkozik, hanem színnel, formával. Ez nem egy olyan fajta kiállítás, ahol eljövök, 10 perc alatt körbesétálom, megnézem, megcsodálom, milyen szépek a képek, hanem valóban gondolkodásra inspirál. Én jó szívvel ajánlom elsősorban a tanárainknak, és azt szeretném, ha a tanáraink külön is eljönnének kicsit ízlelgetni ezeket az alkotásokat, és utána hozzák el a diákokat, minél több család jöjjön el Tatáról is, nézzék meg ezeket a képeket, és kicsit ilyen szemmel vizsgálják meg az elmúlt X év magyar történelmét, és vizsgálják meg azt, hogy a mai helyünk mi a magyar történelemben, mi az én személyes, mindenki egyenként a sajátját gondolja végig ebben a történelemalkotásban, mert hogy nem fogyasztók vagyunk ebben a világban, Magyarországon sem, hanem az építői vagyunk egyenként mindenki, és ebben kéne megtalálni mindenkinek a feladatát. Szerintem ez a kiállítás erre nagyon jól inspirál. A vándorkiállítás Komárom-Esztergom megyei állomása Tata. Azt gondolom, hogy a tataiak mindig is büszkék lehettek arra, hogy a múzeumban, a várban, de a városban is olyan kulturális csemegék kerülnek, amit érdemes megnézni. Ebben a Huni Domonkos Múzeum élen járt, most is élen jár, szívesen fogadták a kiállítást, és azért az én szívem még mindig egy kicsit Tatára hazahúz. A kiállítás február 28-áig látogatható a várban.